Azért vagyunk itt, mert tudjuk, hogy amilyen az oktatás jelene, olyan az ország jövője. Aztán, ha már elég hangosak és kellemetlenek vagyunk, akkor meghívnak bennünket látszategyeztetésre, látszat kerekasztalokhoz, és néha el is fogadjuk. Mindig észreveszi, sőt kimondja, hogy a király mesztelen, mert az. Nos, az minimum megtévesztett elégedetlen a bukott baloldal bérence, aki csak a balhé kedvéért jött el ide ázni a Kossuth térre. Szervusztok! Isten hozott titeket a klubban! Kovács Pista bácsi a biológia órán például krétával dobta meg azt, aki nem figyelt. Ma biztos nem tehetné ezt meg, mert egy viharosabb órán az iskolának kiutalt havi teljes krétaadagot is eldobálná. Annak idején a mi osztályunkban Komlósi Jancsi képes volt egy teljes krétát megenni, ha nem akart másnap iskolába menni. Most a fiam tanárja azt mondta, eszükbe ne jusson ilyesmi, az így fel nem használt krétákat inkább adják le a fizika szertárba. Nálunk dolgozatírás előtt Komlósi Jancsi a kémia szertárban talált salétromsavból és réznitrátból próbált meg robbanóanyagot gyártani. A fiam még kémia szertárából szerencsére az összes vegyi anyag kifogyott, csak egy kis salétrom maradt, melyet a fakultációsok a vizesedő falakról kapartak le. 17 éves vagyok, és már sok bennem a feszültség. Hallgassatok a gyereketekre! Itt az ideje annak, hogy mi, tanulók és a tanárok összekapaszkodjunk. Mert szeretnénk egy boldog, sikeres és összetartó Magyarországon élni! És mi kimondjuk feketén-fehéren, nem engedünk a diktatúrának! Nem bizony, nem! Kérlek szépen benneteket, mikor elhangzik majd, hogy a rendezvénynek itt vége van, kérlek szépen benneteket, ne mozduljatok még 5 percig. 5 percig! Ez a tömeg, amely korán még nem látott a Kossuth tér, néma csöndben álljon itt, és tiltakozzon, néma csöndben, mert mi nem balhézni jöttünk. Mi jöttünk az éhező gyermekekért, a mély szegénységben élőkért, a rasszizmus és kirekesztés áldozataiért, a rokkantakért, a munkaképtelenekért, a vidéki gazdák ügyéért, a devizahitelesekért, a Kreston és Budakest károsultjaiért, a trafikbutyi károsultjaiért, a vasutasokért, a volánosokért, a belügyi és rendvédelmi dolgozókért, taxisokért és azon kis emberekért, akiket ez a politikai rendszer megkárosított. Néma csöndben 5 percet! Értetek? Értünk veletek! Köszönöm, csak egy nővér vagyok! Mi pedagógusok! Mindaddig kitartunk, amíg a társadalom támogat minket.
Adj 1%-ot az átlátszónak, hogy megtudd, mire megy el az adót 99%-a.